15 éves a Trio Áfjunk zenekar. Pécsi alapítója Krommer Balázs dobos, Baksa Péter nagybőgős és a harmadik tag a váci származású Lachegyi Máté zongorista. Kezdetektől fogva aktív szereplők a magyar és nemzetközi szintéren. A Hild Music Garden sorozat szervezője az Eleven csapata Pécsen. A Trio Jazz feldolgozásokkal mutatkozott be. Hangszeres jazz, énekes jazz, latin jazz, amiből válogatnak. Most ünnepeljük tulajdonképpen idén a 15 éves jubileumunkat. Ez úgy jött össze, hogy Baksa Petivel, a nagybőgős kollégámmal, barátommal, mi már évek óta játszottunk együtt különböző formációkban, és lett egy lehetőségünk Dubajba, egy 3 hónapos szerződést vállaltunk, egy hotelbe kellett jazzt játszani, triót kerestek, mi ketten voltunk, úgyhogy kellett egy harmadik szólista, hangszeres kollega, és így találtunk rá Mátéra, akit korábban nem ismertünk, ő egyébként váci illetőségű, most már 8 éve Amsterdamban él, de akkor még Vácon lakott, Vácon élt, és így kezdtünk el együtt játszani. Zenei útkeresésük természetes módon következik a modern jazz legklasszikusabbnak nevezhető felállásból. Krommer Balázs két nagy nevet említ példaképnek, akik meghatározóak voltak zenei ízlésük kibontakozása terén. Rengeteg nagyszerű zenész van, de ezt leginkább a zongora felől tudom megközelíteni. Brad Meldót és Ahmad Jamalt mondanám, mint két Jamal egy korábbi, az 50-es évekbe indult generáció nagyja volt, egy pár évvel ezelőtt, sőt, igazából idén halt meg. Szóval neki nagyon, nagyon hosszú, termékeny pályafutása volt Brad Meldó, meg egy kortárs, ma is alkotó, nagyszerű jazz zongorista. Úgyhogy igen, ezen a vonalon megyünk. Ez tulajdonképpen modern jazz. Akármit is jelentsen, sok minden belefér, de modern jazzt játszunk. A jazz tenderek mellett a saját darabok megszólaltatása és a talált zenék feldolgozása is belefér törekvéseikbe. Koncertjeiken szabadon élnek meg minden zenei pillanatot. A Trio Áfjunk vendége Krommer Weber Anita volt, aki hangjával bűvölte el a közönséget. A Művészetek és Irodalomháza Hild udvar volt a jazz este fogadója.